Mennyei Atyám, hálát adok az egészséges pihenésért, amelyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem legyen egészen a tiéd. Ezen a napon is úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból is tekintetemből pedig a Krisztusi szeretet sugározzék rá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Ott, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Ott, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Ott meg, hogy mindig megnyerő módorú legyek, és éljen bennem Szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül ott meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb Szent Fiathoz a szűzanya által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm szeretettel kedves nézőinket itt az Apostol Televízió Örömhíreink műsorában. Mindjárt fölteszem a kérdésünket, vajon voltak-e ma már örömeink? Nekem megint furcsa örömöm volt. Arra ébredtem, hogy nagyon fáj a bal térdem, és eszembe jutott egy idős papbácsi, régi jó ismerősöm, aki nem engedte megoperáltatni a térdét, mert azt mondja, akkor nem tudok térdet hajtani, és mit ér egy pap térdhajtás nélkül? A térdem ma erre figyelmeztetett engem, és ezért adok a Jóistennek hálát. Ez a kis térdfájás eszembe jutott, hogy boldog az az ember, aki tud térdet hajtani. Nem tudom, kedves nézőknek volt-e már a mai napban valami, ahol tetten érték az Úristent a szívükben, és aminek nagyon-nagyon tudtak örülni. A mai beszélgetés műsorunk sajátságosan beszélgetés műsor. Egy kicsit most mi leszünk az a bizonyos ifjú, aki az evangélium tanúsága szerint egy alkalommal az utcán odafutott Jézushoz, leborult előtte, Márk legalábbis így írja, hogy leborult, és föltette neki a nagy kérdés, hogy jó mester, mit kell tennem, hogy eljussak az életre? Azt is fordíthatnánk így, mondhatnánk így is, hogy jó mester, mit kell tennem, hogy üdvözüljek, vagyis hogy örökké boldog legyek. Vagyis úgy is lehetne mondani, jó mester, mit kell tennem, hogy boldog ember legyek. A mai kérdésünkre a mai beszélgető társunk Jézus Krisztus fog válaszolni. Én ma őt hívtam meg ebben a műsorban beszélgetni. Neki szeretném föltenni a kérdéseinket, és tőle várjuk ezekre a kérdésekre a választ. Tőle, aki egyébként az egész életét, egész munkásságát Szent János evangélista tanúsága szerint úgy foglalja össze, hogy mindezt azért mondtam el nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. János 15. fejezete. Jézus, aki egyébként megvallja, hogy ő az út, az igazság és az élet, egy olyan utat vázol föl nekünk, ami a boldogságra vezet el, a boldogság útját. És az is bátorított engem ma arra, hogy az Úr Jézust hívja meg beszélgető társnak, és neki tegyen fel a kérdéseinket, hogy Ferenc pápánk ugye ebben az évben adta ki ezt a sokszor idézett apostoli buzdítását, amelynek az a címe, hogy örüljetek és újongjatok, és amelynek a gerincében ő a 8 boldogság gondolatmenetét követve vezet minket az életszentség útjára. Azt mondja itt a 3. fejezetben, amelynek az a fő címe, hogy a Mester világosságában, tehát most mi is Jézus Mester világosságában ülünk, köszöntjük itt körükben az Úr Jézust, aki láthatatlanul mindig velünk van, hiszen ő ígérte meg, hogy velünk lesz minden nap a világ végéig. Lehet, hogy nem tévésztárnak készül, de talán ma megengedi ezt, hogy idehozzuk a kamerák elé, és itt beszélgessünk vele. Szóval azt mondja Ferenc pápa, hogy az életszentségről, tehát az ember életének a beteljesedéséről, arról hogyan lehet szenté válni, igazán boldognak lenni, sokfajta elméletet lehet megalkotni. De semmi sem ad a nagyobb világosságot, mint az,
ha visszatérünk Jézus szavaihoz. És ezért azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mit mond Jézus a hegyi beszédben. Hogyan fogalmazza meg a nyolc boldogságban azt az utat, amelyre minket is meghívott. Ő azt mondja, hogy Jézus arca bontakozik ki előttünk a nyolc boldogságot olvasva, és segítségül adja ezt a kis nyelvtani magyarázatot is, hogy a boldog és a szent egymásnak szinonímája, így mondja a Szent Atya, a boldog a szent szinonímája lett, mert azt fejezi ki, hogy aki hűséges Istenhez és az ő szavai szerint cselekszik, önátadásában eléri az igazi boldogságot. Ugye a boldog avatásban, már többször említettem itt a kedves nézőknek, egy hosszú bírósági eljárás van, ahol azt nyomozza ki az egyház, hogy vajon az, akit mi példaképpől akarunk állítani a keresztények elő, az valóban már elérte az üdvösséget, hogy tényleg boldog, és ennek a szentavatási eljárásnak az első fázisában azt jelenti ki róla az egyház, hogy ő valóban boldog. Nos, hát ennek tudatában azt is mondhatjuk, hogy az igazi élet, az igazi emberi élet, Jézus útján való élet, az boldog élet. És akkor itt következik most az a pillanat, hogy az Úr Jézus felé fordulok, és neki címzem a kérdéseinket. A mai beszélgetésünkben még két szereplőt fogok segítségül hívni, az Úr Jézus válaszait meghallgatva, hogy azon egy kicsikét el tudjunk gondolkodni és el tudjunk mélyedni, fogunk látni egy-egy képet, mégpedig Kákonyi Asztrik atyának a festményeit, ő Esztergomban, a Szatmári Irgalmas Nővélek templomában alkotta meg a nyolc boldogság szimbólumainak a sorozat táblaképeit. Ezt fogjuk majd szemlélni, és közben hallgatjuk a nyolc boldogság gondolatait feldolgozó énekeket, amelyet kedves barátom Ferenc Rudolf művészi nevén Dax zenésített meg. És akkor most, kedves Jézus Krisztus, drága mesterünk, te magad vagy az út, az igazság és az élet, most hadd szegezem neked a mi kérdéseinket. Tulajdonképpen hány kérdést? Hát lehet, hogy 8 kérdést teszek föl, amire nem tudom hány választ adsz, 8-at vagy csak 1-et, majd kiderül, de az is lehet, hogy én igazából mindig csak 1 kérdést teszek föl. Ugyanaz a kérdés hangzik el 8 formában, hogy hogyan lehetnék én igazán boldog, beteljesült, teljes értékű ember, hogyan lehetnék szent, hogyan élhetnék örökké veled. Szóval ez a világ nem, azt mondja Ferenc pápa, ez a világ nem támogatja azt az életformát, amelyet te kínálsz nekünk, és a nyolc boldogságról szóló elmélkedés, a Szent Atya ezzel a címmel indítja szemben az árral. Hát ezek után izgalmas lesz várni azt, hogy miket válaszoltak kérdéseinkre. Szóval ez a világ az anyagiasság és a hatalom igézetében élve egészen más megoldásokat kínál a mindennap életünkre. Azt kínálják a reklámok, hogy egyél, így áll, vedd meg, ez jár neked, győzz le, valósítsd meg magadat. Ennek tükrében teszem föl a kérdéseket. Uram Jézus, szerinted ki lesz igazán boldog, szent, ki igazán ember, talán a menő, aki egyetlen lehetőséget sem szalaszt el, hogy megtömje a zsebét mai módon, és a felhőt is meg tudná fejni olyan a jó üzletember, hogy életszínvonalát akár egy centivel is csak megtoldja, nem törődve azzal, hogy mellette ezrek fordulnak föl esetleg éhen. Tehát ez a világ elsugolja, Uram, neked erről mi a véleményed? És akkor most, ha az evangéliumot veszem a kezembe, bármilyen fordításban, bárhogyan is olvassuk, nagyjából mindig ez hangzik el, Szent Máté evangéliumának 5. fejezetében találjuk a boldog mondásokat, és mi ezeket tekintjük a te válaszodnak. Engedd, Uram Jézus, hogy téged idézzelek, amikor így olvasom, hogy a föltett kérdésemről, hogy
talán a menő, a mindent megszerezni akaró ember lesz-e boldog, de azt mondta, hogy boldogok a lélekben, szegények, mert ővék a mennyek országa. Vagyis, aki Isten országának gazdagságában él, aki, ahogy te mondtad, a kincsed ott a szíved, és aki a te országodat tekinti igazán értéknek, csak az lesz igazán boldog, mert bármi éri őt, gazdagság, szegénység, nem válik tőle boldogtalanná, mert az igazi kincse az a te országod. Egy kicsit most gondolkodjunk ezen el, kedves nézők. Nézzük meg a képet, Kákonyi Asztrik atya képét, Ferences atya, aki meditálva festette ezeket a képeket, és közben hallgassuk az első stációról, a boldogság útjának első állomásáról, boldog a lélekben szegények, övék a mennyek országa, mottójával megfogalmazott zenei betétet Ferenc Rudolf Dax előadásában. Hiába óvtam, elveszik minden, pedig de szép volt tudni, hogy enyém, hinni, hogy boldog, ki sohasem szegény. De mikor hullok a fákról a levél, éreztem én is, zuhanok lefelé, húztak a sebeim, mint egy homokzsák, az őrült táncoló léghajó kosarát. Hiába szórtam két kézzel vackaim, pénzem, vágyam, aranyam egyre húzott lejjebb. Legnagyobb terhem önmagam. És kidobtam, és kidobtam. Se minden, érzem, hogy mosolyog rám az Isten. Mióta nincsen se pénzem, se minden, érzem, hogy mosolyog rám az Isten. Mióta nincsen se pénzem, se minden, érzem, hogy mosolyog rám az Isten. Mióta nincsen se pénzem, se minden, érzem, hogy mosolyog rám az Isten. Mióta nincsen se pénzem, se minden, érzem, hogy mosolyog rám az Isten. Mióta nincsen se pénzem, se minden, érzem, hogy mosolyog rám. Most pedig hadd tegyen fel a második kérdést, Uram Jézus. Szerinted lehet-e igazán boldog ember az, akiről azt mondják, hogy gondtalan? De nincs semmi baja. Piros posgás vigyorral tud lerázni magáról minden problémát, minden terhet, és bámulatos ügyességgel képes minden gondot, minden felelősséget elhárítani, sőt, inkább mások vállára rátenni. Tehát a gondtalan ember, szerinted, Uram Jézus, ez a boldog ember? Hallom a válaszodat. Te azt mondod, boldog a szomorkodók, majd megvigasztalják őket. Vagyis te úgy gondolod, hogy csak az lesz igazán boldog, akinek csak a te vigasztalásod
ad igazi vigasztalást, aki nem tárgyaktól, pénztől, hatalomtól, sikertől vár örömöt, akinek a te vigasztalása a legfontosabb, tehát aki igazán csak benne tud megvigasztalódni. Tekintsük most akkor a második képre, és közben hallgassuk Tax zenéjét. Mert nem érted az élet mély sebeit. Sírsz, mert lehet, hogy nincs, aki látna reád omlott kín a gondja. Sírsz, mert hazudták neked, lesz jobb világ, hol mindent lehet, de mint a virág. Ha fagy, lehullott már a földre, a hazug lepel, és látod, hogy örökre magad leszel, még vagy. Ezek után már természetesen adódik a harmadik kérdés. Uram Jézus, szerinted igazán ember, igazán jó ember, boldog ember az, akit a mai világ úgy nevet, hogy sztár, a csillag, a celeb, a nagy ő, aki a lehengerlő egyéniségével, fékezhetetlen akarnokságával, ha kell erőszakosságával, mindenkit maga alá tapos, szikrázó tekintetével sakba tartja a környezetét, de ugyanakkor saját indulatainak képtelen parancsolni, aki nem ura önmagának, indulatainak, érzelmeinek, önmagát sem tudja kézben tartani. Lehet ez igazán ember szerinted? És hallom a válaszodat olyan nagyon egyszerűen, ahogy igazán te tudsz fogalmazni. Boldog a szelidek, mert övék lesz a föld. És akkor nézzük meg a harmadik képet, a harmadik zene segítségével. Szemed szemért, fogad fogért, sose kimélt, a jogod megvéd. Üvölti tátott szája, az ideges 20. század,
pedagógus jó anyámhoz. A csorog az orrod vére, semmit sem remélve, érzed az öklöket, rajtad is röhögnek. És hát te is, hiszen rólad van szó, meg anyádról, és nincsen már rossz, se jó. Üst, tapos belé, mert gyűlöl a világ, üst, ő sem kimél, de jól odavág. Gyáva, aki hallgat, gyáva, aki vár. Üst, az élet a dolgod, üst, üst, talán így leszel boldog. Üst, az élet a dolgod, üst, talán így leszel boldog. Üss, az élet a dolgod, talán így leszel boldog. És ennyi elég, ha jön a nap az öklöd alatt, a te lelked ég. Ember, aki verekszel, hát sose látod, melletted mennek el. Ember, nem lesz barátod, ha őket vered, kezeddel Krisztust bántod. Ha boldog akarsz lenni, vágszáljon önmagad, mosolyogva nyújtsd kezed a világnak. Ha boldog akarsz lenni, vágszáljon önmagad, mosolyogva nyújtsd kezed a világnak. Ha boldog akarsz lenni, vágszáljon önmagad, mosolyogva nyújtsd kezed a világnak, világnak. Uram Jézus, a negyedik kérdéssel is hozzád fordulok. Lehet, hogy ez a kérdés is ugyanarról az egyről szól, persze, hogy ki lehet igazán ember, ki lehet igazán boldog. Szerinted, akiről a világ azt mondja, hogy jó fej, akiről ugye az látszik, hogy hát igazából olyan lehengerű nagy stílussal mindent tud. Sőt, nem csak mindent tud, hanem mindent jobban tud. Ő a jó fej, az ügyeletes mindentudó. Aki azt mondja, hogy kispofám, te még sehol se voltál, amikor már mindent tudok. Én már előre megmondtam az egészet. És aki persze mindent tud, sőt, mindent jobban tud, közben bezárul. Bezárul az igazság előtt. Nem hajlandó senkit meghallgatni, legkevésbé a te válaszodat. Pedig hallom, hogy te mit mondasz erre a kérdésre. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Nem elégednek meg a saját igazságukkal, hanem az igazságot keresik. Hallgassuk meg Tak zenéjét, és közben szemlődve nézzelgessük Kákonyi Asztrik atya nyolc boldogságról szóló következő képét. Idők, szelek, újak, régiek, hazudtatok eleget. Idők, szelek, újak, régiek, hazudtatok eleget.
tépet húsú, cserzett bőrű vándor. Kiszáradt szívvel vonszult a létét, halódó reménnyel állt meg bárhol a házak ajtajában. Aszott ujjai zörgésére kitárult egy ház, látta a gazda a koldus kínját, s a pohár után nyúlt, így áll. De a koldus égő tekintettel a szavába vágott, ne a vizet, az igazságot azt adjátok, az élőt, a nagyot, a tisztát, amivel élni tud még. Igen, amivel élni tud még. Igen, amivel élni tud még. Idők, szelek, újak, régiek, jól becsaptak titeket. Idők, szelek, újak, régiek, jól becsaptak titeket. Fáj, hogy érzed, valamit titkoltak, takartak előled, pedig szomjadat, fülükbe harsogod, az évek száradó torkán. S tudod, a boldogok csak hazudtak, mondván, ha semmit se kérdezel, meglátok, mint mi, te is boldog leszel. Fáj, hiányzik, gyötör, hogy nincsen, ne félj, hűséges hozzád az Isten. Ne félj, hűséges hozzád az Isten. Ne félj, hűséges hozzád az Isten. Idők, szelek, újak, régiek, én azt mondom, higgyetek. Idők, szelek, újak, régiek, én azt mondom, higgyetek. Idők, szelek, újak, régiek, én azt mondom, higgyetek. Uram, ezek után kikívánkozik belőlem az ötödik kérdés. Nem most a bűnözők világa felől közelítsük meg a kérdést, nem a harácsoló gazdag ember, aki mindenkit kifoszt, a hatalmaskodó, aki magán ugye nem tud uralkodni, de másokra rákényszeríti az akaratát, a nagyképű, akit nem érdekel senki, elég neki a saját igazság, ő mindent tud, hanem vannak azok a korrekt emberek, a kis korrekt. Tehát jó ember ez, tehát korrekt ember, aki az igazság bajnoka, az igazságosság címén, ha kell, mindent ebből az egy szó, hogy igazságosság, jog, evel elintéz, és ennek a címén, ha kell, irgalmatlanul bele tud taposni mások lelki világa. Meg kérdezik, a törvény az törvény, szabály a szabály, a tények azok tények, szigorú dolgok, és ezekre hivatkozva kíméletlenül neki támad mindenkinek, aki nem az ő kaptafája szerint él. Ki tehát az igazán ember? Aki az igazság bajnoka, vagy aki őszinte bűnbánattal tudja elfogadni, hogy bizony ő is rászorul a te irgalmas szeretetedre? Hallom a válaszodat. Boldogok az irgalmasok,
majd nekik is irgalmaznak. Megrendülően szép ez a ötödik kép Asztrik atya festményén, és hallgassuk hozzá a zenét is. Ma láttam léptet fájú ritmusát, mikor reggel magányod kínos útját újra kezded, megtört testtel. Éreztem mész és magad sem hiszed, hogy majd egyszer valahogy csak sikerül, talán akad ember, ki észrevesz. Tudtam, te rég keresel valakit, hogy talán egykor valahogy fölfogja sorsod kínjait, megértene. Kérlek, hát keresd, és ha látod, hogy melletted ezre keresnek barátot, nem teheted, hogy meg ne állj. És hidd el, a megvetéstől gyötört szeméből a hála csillan, hála csillan, és hidd el, arca egyszerű fényéről felismered, 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 akkor talán megértheted azt, hogy Jézus az, észrevett, észrevett, megértett, megértett, és boldog leszel, boldog leszel, és boldog leszel, boldog leszel, és boldog leszel, boldog leszel, és boldog leszel. Akkor lépjünk tovább a boldogság útján, a te utadon. Ki azt mondta, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Uram Jézus, te 2000 évvel ezelőtt éltél, mi pedig egy nagyon modern világban élünk már. Igen, hát 10 parancsolat, meg igen, hát erkölcs, meg egyebek, de ma már ez nem úgy van. Ma már ezt mondják az embernek, hogy hát a mai ember azért az már nem, hát ugye ez régen így volt, de ma már ez nem. Szerinted, Uram Jézus, ki lehet igazán ember, igazán boldog? Talán a modern, aki felvilágosultság is az egyéni szabadság címén mindent végig akar élvezni, amiről általában azt szokták mondani, hogy jó, mert nekem jó esik. És közben fölmúzsódik a személyisége a szenvedélynek rabságában, vakságában. Vagy szerinted az igazán ember, aki mindig mindenben és mindenkiben szeretne meglátni téged, és ettől megtisztul a tekintete, mert téged szeretne látni, megtisztul a szíve. És hallom is a válaszodat, ezt mondja nekünk az Úr Jézus, boldogok a tiszta szívűek, ők meglátják Istent. Közben a tisztaságra vágyódva tekintünk a következő képre, hallgassuk ennek a tisztaság vágynak a zenéjét Dax muzsikájával. Thank you.
hittem, hogy ez én vagyok. Csak kerestem, hogy mibe kapaszkodhatok. Éreztem az üres lelkemet, a keresett, kutatott világom elveszett. Értetlen képpel álltam bűneim előtt, nem láttam a sátor, mert a fejem fölé nőtt. Kezdett már a sár a számba csorogni, de nem bírtam kiáltani, a kezem kinyújtani. Egyszer csak új rémlet jön felém, a sáros áradat tetején. Nem láttam az arcát, vakított a fény, de egybesződ ruhája fehér sárba ér. Éreztem, hogy már én vagyok, tudom már, hogy kibe kapaszkodhatok. Remektem, zsibbadt a tagjaim, letérdelt, mosni kezdte lábaim. Egyszer csak úgy rémlet jön felém, a sáros áradat tetején. Nem láttam az arcát, vakított a fény, de egybesződ ruhája fehér és sárba ér. Éreztem, hogy már én vagyok, a véredben tisztára mosakodhatok. Remektem, zsibbadtak tagjaim, letérdelt, s mosni kezdte lábaim. Remektem, zsibbadtak tagjaim, letérdelt, s mosni kezdte lábaim. Lépjünk tovább. Van még két kérdésem, uram, föltehetem? Köszönöm szépen, hogy megengeded. Szóval itt sok mindent hallottunk, hogy azért te úgy gondolod, hogy az ember, ha szegény, de téged tart egyetlen értéknek, akkor sohasem fogja magát szegénynek érezni. Hogyha valaki ugyan éppen most sír, de igazi vigasztalást nem a világtól vár, hanem a te örömhírettől, az boldog tud lenni. Ezek után fölteszem a kérdést, hogy szerinted lehet-e igazán ember, boldog ember, szent, így is mondhatjuk, üdvözülhet-e, beteljesülhet az élete annak, aki így szólag mondja, hogy a szókimondó. Aki büszkén mondhatja magáról, hogy bele meri vágni a véleményét bárkinek a képébe, aki nem fél a maga érdekében senkivel összeveszni, de teljességgel képtelen mindenféle kompromisszumra, és közben nem vesz észre, hogy éles nyelvével emberi kapcsolatokat, barátságokat, családokat, közösségeket tesz tönkre. Tehát aki nem kímél senkit, mert ő megmondja. Vagy talán nem tudom, mi a véleményed, Uram Jézus, inkább az lesz boldog, aki igyekszik Isten gyermekeként élni, és az ő békességét sugározva megtalálni az egyensúlyt, a harmóniát mindenhol, mindenkivel, mindenben. Hallom a válaszodat.
Te nagyon egyszerűen fogalmaztál, mikor azt mondtad a hegyi beszédben, boldogok a békességesek, őket Isten fiainak fogják hívni. Mekkora békesség sugárzik erről a képről, tekintsünk rá, és hallgassuk közbe Dax zenéjét. Fáj, hogy széthúz a világ, hogy jóba bűn hasít, mint levágott virág, ledobja szirmait. Utáljuk egymást. Fáj, hogy megölik csended, hogy házat földúlják, mint vakond a kertet, a kegyetlen viták részvétlen hangjai. Fáj, hogy te törted össze, te tépted szét mások szívét, nem tudod miért. Csak úgy hisz, jól esett. Csendet, adjatok csendet, békét és csendet, harmóniát, vagy diszonanciát, de Istent akarok. Uram, a legnehezebb a te követésedben az, amit most szeretnék megkérdezni, hogy te komolyan gondolod-e, hogy mire gondolok, mi a kérdésem? Boros Lászlónak egyik emlékedésében olvastam, hogy a keresztény boldogság az, hogy az ember beleáll az elveszettek körébe, maradéktalan becsületességgel osztozik a sorsukban, hogy így igazságot hozzon létre a világban. Uram Jézus, szerinted ki az igazi ember? Lehet-e boldog a vonalas, a kis ügyes? Hát akit nyugodtan nevezhetnék így, hogy köpönyek forgató. Aki a jéghátán is megél, mert mindig tudja, merről fúj a szél, úgy tud igazodni ebben a világban, abban a rendszerben, ilyen pártban, olyan uralomban, ilyen államban, olyan akármiben. Ő mindig ott van, ahol éppen a tűz melegít, sima modorával, így szólták mondani, a jéghátán is megél. Aki a józonság címén mindent letagad az égről, csak hogy a bőrét mentse. Lehet-e az ilyen ember boldog? Vagy aki inkább már most úgy él, mintha meghalt volna a világnak, és Isten országának szabadságában él? Hallom a válaszodat, Uram. Te azt mondtad a tieidnek, hogy boldogok, akik az igazságért üldöznek, övék a mennyek országa, sőt, egy kicsikét még hosszabban ki is fejtett itt a nyolc boldogság végén, hadd idézem még ide ezt is. Boldogok vagytok, ha miattam szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat fognak rátok. Örüljetek és újjongjatok. Nagy lesz jutalmatok a mennyben. Ez a két szó, örüljetek és újjongjatok, ugye ez Ferenc pápa mottoja, Gaudete et exultate. Hát most tekintsünk a nyolcadik képre, és hallgassuk meg azt a lendületes muzsikát, amely a tisztaság útjára, a boldogság útjára hív bennünket is.
Rohanó csermely, csobogó árja, sohasem rejtel szűzragyogásba szennyet. Szaladó habját a haragos szikla, mint vadló a hátát, magasba dobja kéjjel. Hiába hullik kövekre újra, taszítja mindig szelekkor bácsa durván. Öröme érik, ha űzik egyre, hegyek a kérdik, kiáltja messze, hidd el. Pocsolya lábja közönyös képpel, temeti sárga, ki sohasem mer futni. Örülj, ha kerget emberek vágya, kit világ megvet, a szeretet párjas egyszer meglátja a tenger. Egyszer meglátja a tenger. Egyszer meglátja a tenger. Köszönöm mindenkinek, hogy meghallgatta ezeket a zenéket, és köszönöm az Unzusnak az ő válaszait. Ezek után még egyértelműbb számunkra, hogy mire is gondoltál te, amikor ezt az utat így vászoltad föl. És engedtessék meg, hogy most így egyben összegyűjtve meghallgassuk az Úr Jézus válaszait, úgy, ahogy ott a hegyi beszédben elhangzott, amikor a tömeg láttán fölment a hegyre, fölmentél arra bizonyos hegyi beszéd hegyér volt a Genezáret tavának a partján, leültél, köré gyűltek a tanítványok, most mi vagyunk itt körülötted, és nekünk mondod, boldogok a lélekben szegények, övék a mennyek országa. Boldogok a szomorkodók, majd vigasztalásban lesz részük. Boldogok a szelidek, övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, majd betelnek vele. Boldogok az irgalmasok, majd irgalmat nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, ők meglátják Istent. Boldogok a békességesek, ők Isten fiai. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Uram, jó volt veled ezen az úton. Köszönjük a boldogság útját neked, és köszönöm a kedves nézőknek a figyelmét. Járjunk ezen az úton együtt, boldogan. Dicsértessék a Jézus Krisztus!